Grecsó Krisztián a kortárs irodalom egyik kiemelkedő alakja, aki nem csak regényeiről ismert, Cigányok című drámáját 6 évadon keresztül játszotta a Katona József Színház, és ő írta a Víg Színház nagy sikerű zenés játékának, a Pál utcai fiúknak a szövegkönyvét is. Grecsó 2014-ben megjelent Megyek utána című regényéből Bíró Bence készített színpadi változatot az Orlai produkciós iroda számára. A mű a Szerelmi leltára címet kapta a szerzőtől, mivel egy férfi életét meséli el szerelmein keresztül. A főszereplő Daru valamennyi kedvesét, a mű összes női alakját egyszerében Kurtani kialakítja az előadásban. Szerintem nincs alapvetően annyira ilyen megszilárdult határai a személyiségnek, és ezért ez egy nagyon érdekes játék volt nekem, hogy hogyan tudok különbségeket tenni viszonylag finom eszközökkel. Szóval én azt az utat választottam, hogy nem lesznek nagyon markánsak ezek a különbségek. Tehát, hogy nem adok ilyen nagy jeleket arra, hogy miben különböznek, hanem inkább csak egy beszéd modorban, vagy egy a főszereplőhöz való viszonyomban mutatom meg azt, hogy ők miben mások. Én Darut alakítom a szerzőnek, vagy hát az írónak a fiatalkori énjét, akit végigkísérünk, ahogy egészen a kiskamaszkorától kezdve, aztán szinte már a jelenéig bezárólag, ahogy végigmegy a különböző szellemi kapcsolatain. A szombatig tartó fesztiválon a közönség láthatja még többek között a Játék Szín, a Centrál, a Vörös Marti és a Madách Színház produkcióit. Esténként pedig zenekarok lépnek fel a Kossuth téren, a Vidorkertben és a Rózsakert szabadtéri színpadon. A szervezők az idén sem feledkeztek el a filmek rajongóiról, a Városháza előtti lett falon éjszakánként komédiákat vetítenek.